Újra nyilvánosan látogathatók a szentmisék. Ennek a részleteiről kérdeztük Antal Imre plébánost. Újra nyilvánosan látogathatók a szentmisék, erről kérdezzük Antal Imre plébánost, köszöntöm. Mit is tudhatunk erről pontosan, mikortól lesznek nyilvánosan látogathatóak a misék, és miknek is kell megfelelni a járványügyi helyzet miatt? Március elején érkezett az egyházmegyei rendelet, miszerint a járványhelyzet súlyosbodása miatt templomainkban a nyilvános szentmisék szünetelnek, és ha jól emlékszem, március 9-től szüneteltettük a nyilvános szentmiséket. Az azt jelentette, hogy a hívek a szentmisén nem vehettek részt, mi papok minden nap bemutattuk a szentmisét a templomban, ki itt, ki ott. Én néha Bakson miséztem, néha itt Kisteleken, vagy más templomokban. A vasárnapi szentmiséket innen Kistelekről online közvetítettük. Mind a hárman, Zoltán atya, Brandon atya és én is ekkor közösen miséztünk, beosztva, hogy ki milyen feladatot végez. És hát ilyen formában hívtuk a híveket a vasárnapi szentmiséken való részvételre. Ilyenkor ugyanis, ilyen járványhelyzetben vagy veszélyhelyzetben a püspökök fölmentést adnak a híveknek a szentmise látogatás kötelezettsége alul. Ezt a mi híveink is megkapták, és ilyen formában számukra az online szentmisébe való bekapcsolódás hát eleget tett a vasárnapi szentmise látogatás kötelezettségének. Úgy tapasztaltuk, hogy elég sokan követik, vagy kapcsolódnak bele ezekbe a szentmisékbe. Most pontos számokat nem tudok mondani, de alapvetően nem is ez a lényeg. Nem az a kérdés, hogy hányan követték a szentmisét, hanem az, hogy volt szentmise, mi a magunk oldaláról, amit kellett, azt megtettük, de valóban azt tapasztaltuk, hogy volt rá igény, és az emberek fontosnak tartották azt, hogy ha már normális módon nem lehet, ilyen formában bekapcsolódjanak a szentmisébe. Elsősorban oda kell figyelniük arra, hogy megfelelő távolságot tartsanak egymástól. Én azt kértem a hívektől, hogy hétköznapokon legalább a 2 méter távolságot tartsák egymástól. Ugye a templomban nem az a fontos, hogy mennyire vagyunk közel az embertársainkhoz, hanem hogy mennyire vagyunk közel az Istenhez. Tehát ilyen értelemben, hogyha leghátul ülök, akkor sem probléma, mert az Úristen közelsége a fontos, nem pedig az embertársamhoz való fizikai közelség. Persze a testvéreinkhez, embertársainkhoz is közel kell lennünk, de ez nem szükségszerűen a fizikai közelségben, kontaktusban nyilvánul meg. Másrészt a maszk, szájmaszk használata, ami kötelező, és természetesen a kézfertőtlenítés a templomba való belépéskor. A szentelt víztartók már több mint egy esztendeje üresek, tehát szentelt vízzel nem tudják a kezüket bemártani és úgy keresztet vetni, valamint a szentmisén a kiengesztelődéskor, amikor békejobbot nyújtunk egymásnak, ez is már több mint egy esztendeje a szentmisében elmarad, ezt általában egy fejbólintással szoktuk pótolni. Az egyházközséghez tartozó településeken mik is történtek az elmúlt időszakban? Pusztaszer vonatkozásában elmondható, hogy most már lassan finishbe érkezik a templom építés. Reményeink szerint pár héten belül befejeződik és átadásra kerül az új templom, azt követően pedig birtokba vehetjük. A templom felszentelésének ünnepélyes átadásának időpontjáról nem tudok semmit mondani. Ez elsősorban a járvány helyzet alakulásától függ. Erről majd a püspök úrral egyeztetünk, és amikor időpont lesz, akkor a közvéleményt tájékoztatni fogjuk róla. A
Csanyteleki templom vonatkozásában van egy nyertes pályázatunk, egy 15 millió forintos pályázatot nyújtottunk be, amit sikeresen elnyertünk. Ebből az összegből a templom külső fog teljes mértékben megújulni, tehát ami hiba, tapasztalható, észlelhető a templom külső részén, homlokzatán, azt mind el fogjuk végezni, és a teljes templom új festést fog kapni. Tehát reményeink szerint pár hónapon belül a csanyteleki templom új külsővel, megújult külsővel fog tündökölni. Egy másik változás itt az egyházközség életében, vagyis a itt szolgáló papok életében az, hogy április 14-től, azaz a múlt szerdától forráskút lelkipásztori ellátását is püspök úr ránk bízta, ugyanis a forráskúti plébános úr, akit a kistelekiek és a környékbeliek is nagyon jól ismertek, Sós János, esperes plébános úr sajnos a koronavírus megfertőzöttség következtében elhunyt. 73 éves volt, kérem a televízió nézőit is, hogy ha tehetik, imádkozzanak érte, és tehát az ő halálával a plébánia megüresedett, és mivel talán Kistelekhez van a legközelebb ez a település, mindössze 15 kilométerre, ezért elöljáróink úgy gondolták, hogy egyelőre újabb döntésig ennek a településnek a lelkipásztori szolgálatát ránk bízzák. Úgyhogy egy új településsel gazdagodtunk, ami újabb feladatokat jelent számunkra, de örülünk neki. Fiatalok vagyunk, hárman vagyunk, és örömmel megyünk oda, és szeretettel segítjük, szolgáljuk az ottani közösséget is. Horgászversenyt tartottak Kisteleken. Erről kérdeztük a Kistelki Horgász Egyesület elnökét, Nagy Lajost. Horgászversenyt tartotta a Kistelki Horgász Egyesület, erről kérdezem a Horgász Egyesület vezetőit, Nagy Lajost. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a versenyről, hogyan is zajlott és milyen eredmények születtek? Én is köszöntöm a nézőket. Most rendeztük az első évanyító versenyünket, 29 nevező jelentkezett, ebből volt profi versenyző is, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és a versenyt emelték. Nem nagyon jeleskedhetünk fogásilag, mert mindenki az időjárásra, meg erre-arra fogja, hogy nem sikerült fogni. 16.685 gram halat fogtak összesen a 29 versenyző. Ebből volt legkisebb hal, legnagyobb hal kategória, és első, második, harmadik helyezett. Első helyezett lett Martonsi István horgász, második helyezett lett Gyöngyi István horgász, harmadik helyezett pedig Szabó Gábor horgászunk lett. A legnagyobb hal, meg a kategóriában Martonsi István vitte el a legnagyobb halat. A legtöbb hal, meg a legkisebb hal kategóriában egy versenyző, a Jéger Szabolcs horgásztársunk az diadalmaskodott. Hát bízunk benne, hogy a későbbiekhez rendezett versenyeken nagyobb lesz a halfogás, meg a halaknak a étvágya, és akkor hát ha nagyobb eredményekről is be tudunk számolni, de azért nem vagyunk elcsüggedve, próbáljuk máskor is ugyanezt a színvonalat legalább hozni, és akkor köszönném a profi horgászoknak is, hogy megtisztelték ezt a kicsi egyesületet azáltal, hogy hozták a színvonalat magasabbra. Minden verseny előtt haltelepítéssel kezdődik a versenyszezon. Erről mit tudhatunk, mennyi hal került most telepítésre? Most kimondottan a verseny előtt telepítettünk két mázsa három nyaras pontyot, ami a verseny előtt három nappal lett belerakva a vízbe, és ezáltal próbáltuk a nagyobb fogási esélyeket növelni, de
sajnos most nem sikerült, de volt egy kuriózum is, az egyik horgászunk már eleve sült halat fogott, és olyan bizonyos értelemben viccesnek találták a többiek, és akkor holott ez csak véletlenszerű megjelenítés volt. Milyen versenyek várhatóak a közeljövőben? A nyáron lesz a szokásos nyári versenyünk, az június 20-án lesz megtartva, ami ugyanúgy nyílt rendszerű, nevezni és jelentkezni a szokásos módon levélben, vagy pedig interneten, vagy pedig személyesen nálam lehet jelentkezni. Lesz még augusztusban 24 órás versenyünk is, meg az őszi verseny. A nyári táborral kapcsolatban még nem tudok konkrétumot mondani, mert majd a vírus helyzet, ahogy alakul, az alapján próbáljunk valamit összerakni. Az pedig júliusban lesz valamikor, ha lesz. Tesztverseny tartott a Hétkerék Egyesület Szegeden. Csaha Nikolettet, az Egyesület edzőjét kérdeztük az eredményekről. Idei első tesztversenyét rendezte meg a Kisztegi Hétkerék Egyesület. Itt Szegeden, erről kérdezem az Egyesület edzőjét, Csaha Nikolettet, köszöntelek. Mit tudhatunk erről a versenyről? Köszönjük szépen, hogy eljöttetek és megnéztétek a versenyünket. Hát erről a versenyről azt kell tudni, hogy ugye ez egy csapaton belül rendezett verseny volt. Na most nekünk nagy szerencsénk van, mert nagyon sok gyerek ugye osztálytársak, egyidősek, ezáltal egy korcsoportban is versenyeznek. Tehát hál' Istennek nyilván van, aki egyedül indul, mert egyedül van a korosztályába, olyan idős, de csapaton belül persze, de azért a legtöbbnek ellenfele, osztálytársa, ugye az iskola, a közös iskola által azért van. Azért rendeztük meg ezt a versenyt, mert így a tavalyi szűkös év és a kevés verseny miatt azért nem nagyon volt a gyerekeknek lehetőségük versenyezni, ezt szerettük volna pótolni, illetve a legutolsó verseny az ugye tavaly ősszel, októberben volt, Szombathelyen. Az új pályán, azóta ők nem versenyeztek. Tehát nagyon jó lett volna tudni egyrészt csapaton belül is egy ilyen rangsor szerinti felállást, úgy egymás között, mert azért edzésen valljuk be, tehát azért könnyen elbohóckodják, nyilván nem egy versenyszituáció van, nincsen tétje, nem úgy mennek, ami valójában bennük van, amit kihoz egy versenyszituáció, és akkor azért találtuk ki azt, hogy most ebben az esetben, ezen az áprilisi hétvégén, akkor itt szabad a pálya, leszerveztünk minden, természetesen szabályokat betartva, hogy legyen egy ilyen tesztverseny, és akkor egy kicsit észbe kapjanak, és igazából felkészüljenek majd az egy hónap múlva kezdődő, ha minden igaz, és reméljük, hogy így lesz, versenyszezonra májustól. Mit vettél észre a gyerekeken, mennyire élvezték ezt a tesztversenyt, és mennyire rázódtak bele így a tavalyi év után? Hát igazából ugye az alapozást azt nagyon-nagyon minimális szünettel, de most végig csináltuk, elég szigorúan, úgyhogy én bíztam benne, hogy jó formában vannak, és én azt gondolom, hogy ezt igazolta is ez a tesztverseny. Én azt remélem, hogy ők legalább annyira élvezték, amennyire mi élveztük így a bírói gárdával, illetve a szülőkkel, mert azt gondolom, hogy tényleg azért voltak meglepetések, elég sok ráadásul, főleg akik még nem vettek részt versenyen, ugye vannak páran, akik tavalyi évben a legutolsó versenyen vettek részt, illetve olyanok is, akik most első versenyükön vettek részt, és azért megszorongatták akár azokat is, akik évek óta már űzik ezt a sportágat, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Nyilván összevonásokat csináltunk korosztályokba, azért arra odafigyeltünk, hogy tényleg a versenykörülmények meglegyenek, értékelésbe természetesen a korosztályokat szétszedtük, de én azt gondolom, hogy nagyon jól zárult ez a nap. Milyen eredmények születtek ezen a tesztversenyen? Ugye amatőr és profi korosztályt külön vettünk, mint a rendes nagy versenyeken is, illetve korosztályos évenkénti, valamint két éventi bontásba indulnak ezek a gyerekek. A legkisebbeknél a két pici lányunk indult, a Juhász Arlett és a Béres Anna. Arlett lett az első, Anna pedig a második. Ugyanebben a korosztályban a fiúknál Fülöp Marci első lett. Az egyen nagyobb kisfiúknál Szűcs Kornél első helyezést ért el, Béres István második lett, és akkor ha haladunk tovább a korosztályokba, ott a Lillánk korosztály szerint egyedül van,
junior S lányként első helyezést ért el, Balogi Áron, már az egyenlidősebb fiúknál, junior D-s fiúknál szintén első helyezést ért el, és akkor a D-s lányok voltak egy kicsit népesebben, ők összesen öten voltak, így egy korosztályba csapaton belül azért az nagy szó. Ott Béres Kata első helyezést ért el, Fülöp Nelli lett a második, Szűcs Hanna harmadik, Mészáros Gréti negyedik, és Seller Csenge ötödik helyezést ért el. Utána Sugár Lara, ő C-kadett lány első helyezést ért el, és a felnőtt, illetve a 2008 és annál idősebb lányoknál, szintén négyen voltak a lányok, nagyon jó kis versenyt láthattunk tőlük. Első helyezést ért el Scherler Piroska, második lett Szabó Jázmin, harmadik Gyurkovics Tamara, és negyedik lett Sejben Vanda. És akkor a profiknál, ott ugye kevesebben voltak, de hát a profi versenyzőnk is azért kevesebb az amatőrökhöz képest, de ez teljesen normális. Junior C-s lányoknál első helyezést ért el Kis Hanna, második lett a Bálint Zsófi. Utána, hogyha egyel tovább lépünk, a kadett lányoknál, ők szintén négyen indultak itt most, tehát azért többen voltak így egy korosztályba. Első lett Jenei Evelin, második lett Bitó Liliana, harmadik lett Paragi Dorka, és negyedik lett Hegedűs Kata. Utána a fiúknál, szintén ugyanebben a kadett korosztályban, ugye az ikreink versenyeznek, egymással, illetve nagy versenyen elég sok fiúval még. Itt Nagy Kristóf lett az első, és a tesója Nagy Vilmos lett a második. A junior B-s lányoknál Abonyi Csenge első helyezést ért el, és a legnagyobb lányaink, ők most junior A korosztályosak. Első lett Nagy Violetta Milla, a második pedig Bitó Szilvi. Milyen versenyek várhatók a közeljövőben, és milyen versenyeken vesz részt az Egyesület? Hát most a legközelebbi versenyünk az ugye tervek szerint ez a májusban megszervezendő, reméljük így is lesz, a Reptér Maraton, ami ugye, hát a különlegessége az, hogy a reptéren van az egyik nap megszervezve a maratoni táv, a második nap szokott lenni a pályaverseny, ami most majd meglátjuk nyilván a járványügyi helyzet miatt, hogy hogy is lehetne kivitelezni. Igazából ez május közepére tervezett, reméljük, hogy meg is lesz május közepén. Többet egyelőre még nem tudunk, a jövő héten lesz majd értekezlet ezzel kapcsolatban a Görkorcsolya Szövetségnél, de edzőtáborokat ugye terveznek, te is tervezünk, versenyeket is minél többet igyekszünk megtartani, úgyhogy reméljük, ez már egy kicsit jobb év lesz, mint a tavalyi. Muhel Dorka projektmenedzser sajtóközleményét hallhatják a Kisteleki Bölcsőde fejlesztéséről. Sajtóközlemény projektindításról. A térségi intézmény társulás TOP 1.4.1.19 C1 2019 00003 azonosítószámú a Kisteleki Bölcsőde fejlesztése című Európai Uniós projekt 70 millió forint visszanem térintendő támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alap jóvoltából. 2019. júliusában a térségi intézményi társulás pályázatot nyújtott be a TOP 1.4.1.19 kódszámú bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívásra. A projekt 2019. decemberében pozitív támogatói döntés alapján támogatást nyert 70 millió forinttal. A projekt 2020. június 1-én indult, és 2021. szeptember 30-án fog lezárulni. A fejlesztés eredményeként a következő változások valósulnak meg. Kistelken a meglévő bölcsőde épületéhez kapcsolódik az épület egy nyaktaggal. A városban szükséges növelni a férőhelyet a 0 és 3 éves kor közötti gyermekek napközbeni ellátásában. A meglévő bölcsőde épületében nincs elegendő hely újabb csoport beindítására, fizikálisan szükséges a meglévő épület infrastruktúra további bővítése. A támogatásból megépítésre kerülő új épület mérete körülbelül 111 négyzetméter lesz, amely áll egy közlekedőből, egy felnőtt WC-ből, egy gyermeköltöző átadóból, fürösztőbilisztetőből, gyermekszobából, gyermekszobai raktárból, hőközpontból és egy fedett teraszból. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag április közepén kezdődnek meg. A projekt további részeként eszközbeszerzés fog megvalósulni az új mini bölcsőde megfelelő működéséhez. Az eszközbeszerzés keretében az újonnan kialakítandó mini bölcsőde csoport felszerelése, berendezése valósul meg. Az eszközök között egyaránt megtalálhatóak a készszem koordinációt, mozgást, figyelmet fejlesztő eszközök.
A projekt célja a gyermek természetes mozgásának, járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, testi képességeinek erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlesztése. Ismerjék meg testrészeiket, fejlődjön alaklátásuk, alakuljon ki testsémájuk, tudjanak tájékozódni a térben. Örömmel és szívesen mozogjanak, fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Az előforduló új szavak, kifejezések, a testrészek nevei a mozgás során vésődnek bele könnyebben. A feladatok végzése közben figyeljenek társukra, alkalmazkodjanak másokhoz. A projekt időtartama 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig tart. Tűz volt április 21-én, korán reggel egy kis telki házban. A családi ház egyik emeleti szobájában csaptak fel a lángok 6 óra után. A kistelki hivatásos és önkéntes egységek, valamint a kistelki kutató és mentőcsoport tűzoltói közös erővel folytották el a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább az épületben, a lakók nem sérültek meg.